Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Egy külföldi oldal leteszteltem a hamarosan érkező legújabb Intel Core i9-7900X-et, azonban most már a legfelsőbb kategóriás processzorokat nem i7-nek, hanem i9-nek nevezték el. Hát lássuk a teszteket, hogy hogyan is szerepelt az új processzor, például egy 3D Mark alatt, ugye 2560x1440-es felbontás, és hát mindjárt elsőnek azt látjuk, hogy nem az új processzor szerepe az első helyen, tehát minimális különbségeket lehet felfedezni. Intel Core i7-7700K-tól a processzorok gyakorlatilag 10-es pontszámot értek el, és hát az első helyen az Intel Core i7-6950X áll, a második helyen az előd az Intel Core i7-6900K és picit alatta a legújabb i9-7900X. A másik benchmarkban a második helyre került az új i9-es processzor, tehát gyakorlatilag picivel lemaradva a 6950X mögött, majd harmadik helyen az előd az i7-6900K áll. Nézzük a konkrét játék teszteket, tehát a legelső játéknál egész érdekes pontszámok jöttek ki, tehát ha megnézzük a processzorokat, a legutolsó helyen, tehát mint egy legrosszabbul teljesített az Intel Core i7-6900K, aztán vele egyenértékűen vagy picit jobban, kinek hogy tetszik, az Intel Core i3-7350K, majd gyakorlatilag 52 és 54 pont közötti értékekkel, tehát ugye FPS-ről van szó, tehát két FPS különbséggel szerepel az összes processzor, tehát itt van itt Ryzen-től kezdve i5-ön át, i3-on és az Intel Core i9-7900X-en kívül minden, és hát mondjuk úgy, hogy az első helyre az i9 került, mögötte ugyanannyival hajszál pontosan a Ryzen 5500X, sokkal kevesebb maggal, sokkal kisebb teljesítménnyel. Ugye nyilván a Ryzen 5 1500X az egy erős középkategóriásnak mondható processzor, de hát ott sincsen meg a logikus felépítés, hiszen Ryzen 7800X-et még lejjebb találjuk a listában, tehát egész érdekes értékek jöttek ki. A Hitmanben viszont úgymond kimagaslóan vezet az i9-7900X, tehát mintegy 10 FPS-sel a 6950X előtt. Aztán legalul az Intel Core i3-7350K is megtalálta úgymond a maga helyét, tehát processzorokat megnézzük, valahol a leggyengébbek között kell lennie az i3-as processzornak. Total War Warhammer, legelső helyen az Intel Core i7-7700K, majd valahol jóval lemaradva, tehát 16 FPS-sel kevesebbel szerepelt az Intel Core i9-7900X. Ugye láthatjuk, hogy fel van tüntetve a magok száma, tehát az első szám az a magok számát takarja, a második az a feldolgozó szálakat, tehát láthatjuk, hogy az AMD processzorra is úgy van például. Ha megnézzük a Ryzen 5 1600X-et, 6-12, tehát 6 mag és 12 szálnak minősül, ugyanúgy az Intelnél is, az Intel Core i7-7700K-nál 4 mag, 8 szál, tehát gyakorlatban 8 magnak fog teljesítményügyileg működni. És hát ebből is az jön le, hogy nem az a lényeg, hogy minél több mag legyen nekünk a játékok alatt, hiszen a legújabb Intel Core i9-es processzor a 10 mag 20 szálával együtt, tehát az teljesítményben 20 processzor magnak minősül. Egyszerűen szólva nem tudott mindig az első helyen szerepelni, vagy ha szerepelt is az első helyen, akkor is elenyésző mértékkel. Majd itt az utolsó tesztnél szépen be is esett bőven, nála sokkal kisebb, akár i5-7600K alá is, ugye azon a második helyen az egy 4 magos i5-ös processzor, 4 fizikai maggal rendelkezik, és 4x4-nek van feltüntetve. Tehát egy szimpla 4 magos processzor be tudta alázni úgymond a legújabb i9-et, azt ki kell emelni, hogy az Intel Core i9-ek és a korábbi i7-ekből a legcsúcsabb modellek, tehát az a 6900K meg fölötte, azok már nem gamer processzorok, tehát inkább munkához tervezték őket, ugye ott fog előnyt hozni a sok mag és a sok feldolgozó szál. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!